Sziasztok! Há, jó napot kívánok! Sziasztok mindenkinek! Te mit csinálsz? Semmit. Mi? Semmit. De nem baj, hogy fordítva van rajtad? Nem így kell fővenni. Egyébként ez kötelező. Igen, de nem így kell fővenni. Fordítva. Így? Hát a kék fele legyen. Nem! A kék, a sötét kék része kifele legyen. Ki van fordítva? Hát igen, ki van fordítva, mint az izé, alsogatja. Na, mindegy, most ne húzzuk el vele az időt. Miért vagyunk itt? Mondd csak el! Felszeretnénk mutatni egy rató motort. Egy rató motort, ez egy négyütemű motor. RV100. RV170-es. Ez egy kapa motor, egy kapálógép motor. 6 lóerős. OHV felülszelepelt motor. Nagyon, nagyon megbízható a hírek szerint. Ugye van nekünk az RK02-es kapálógépünk, amin a Briggs Stratton motor ugye elkezdte enni az olajat, illetve a benzintank is úgy néz ki, hogy az egészet ki kéne cserélni, tehát kilukadt. Akkor a karburátor is eléggé ki van kopva neki a pillangószelep tengelye, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy inkább nem költök rá. Aztán nézek egy motort, és megnézem, hogy egy új motorral ugye mit tud, inkább egy új motort teszek rá. Aztán sokan ajánlották ezt a Rató RV170-es motort. Hát most akkor rendeltem egyet, és akkor most kibontjuk, és megnézzük, hogy mi van benne. Jó? Ja. Na, akkor... Hajrá. Hajrá, bontjuk ki. Valami kés van? Megfelelő? Persze, hozzad, és akkor... Lerakjam a kamerát, és akkor úgy könnyebb lesz. Várjál, ide rakom állványra. Így. És akkor nem kell tartom. Egészségetekre én azért kortyolok egyet, mert... Ugye itt várd végig, vékonyan. Szóval ott vágtam. Itt ez a másik ripasztás. Mutasd már, mert így fogjuk kibontani. Mindig. Itt a dobozt, hát ott kell kibontani, úgy kell várni. Itt. Csak vékonyan nem kell. Hogy van ragasztó. Ragasztó. Hát a címe, megvan a címe. Ez volt, hogy itt van valami. Hát a hungaroszer, persze, ez be van csomagolva, mert ez Kínából érkezett. Ez Kínából érkezett. Nagyon-nagyon nagy. Ide vérd mekkora. Hát 170 köpcent is, tehát. Mekkora. Szépen be van csomagolva, ugye. Maga a motor. Hungaroszer alul, hungaroszer felül. Ki tudjunk adni? Persze minden belső égésű motor van látva ilyen piktogramokkal. Valaki nem tudnám, és valamit. Figyelj, csak azt csináljuk, hogy... Igen, kiveszük. A doboz tetőt majd így csúgd le, és akkor majd rárakom a doboz tetőre, jó? Kiveszem. Legalábbis megpróbálom kivenni. Megfogom. Jó. A nájlont azt lehúzod róla? Szíves. Azt a nájlont óvatosan. Oké. Okay. És akkor vedd ki még a dobozba, várjál, ami van, az vedd ki, légy szíves. Oké, vedd ki. Azt is vedd ki. Oké, okay. Az maradhat, az nem kell. A dobozt azt csukd le úgy. Ezt, először ezt. Ezt. Úgy. Azaz. Kedve. Jó. És akkor ide elteszem. Ha rábírom. Valahogy. Várjál, azt a középre kéne ezt tenni, és úgy szétnyitom, és akkor pont így középre. Hát nagyjából így. Hogy így mondod? Aha. Mondjuk nem fog beleesni? Nem. Na. Ezek meg már szélem. Ebből meg pont éttek. Van rajta egy valami ízre. Hát az a gumipumpája. De ne nyomkodjad már, mert nehogy lelökjön, mert a dobozon azért most úgy van rajta, hogy...
Kipufogója az, az jó nagy. És jó kong is. Hát igen, mert kipufogó az ugye, az belül van, tehát ez csak egy ilyen védő lemezke. Hogy rajta. Hozzá is ér valaki, ne is úgy hozzáérjen, hogy... Vagy a Igen, garancia is van rá, tehát... Hot. Mi az a hot? Ez azt jelenti, hogy forró. Vagy meleg. Tehát az nem szabad. Ott egy kéz van, és akkor át van húzva. Hallod, és 173 köbcentis. Én azt hittem, hogy 170 köbcentis, mert ugye RV 170 a típusa, de 173. Jó, hát most az a 3 köbcenti az igazából nem egy meglátás, de... Hát nem. Ha minden igaz, a levegő szűrője az kompatibilis a Brix, illetve a Honda GCV 160, illetve 190-es típusokkal. Tehát az olyan, hogy az... Elvileg ilyen ez a légszűrő, ez a Brix, illetve a Brix Quantum, illetve a Honda GCV légszűrőnek a megfelelője. Jó lesz ez a mi gépünkre. Hát elvileg kompatibilisek a csavar felfogatásai, tehát... Nem, ez baj. Sok jót lehet róla hallani, a gépről. Tehát igazából ez egy Honda licensz által készült, kínai, de jól bevált gép. Tehát már nagyon sokat eladtak belőle, és nem érkezett még rossz tapasztalat, illetve rossz visszajelzés róla. Hát van mind a Hondának. Igen, hát mondom, ez egy Honda licensz, tehát tulajdonképpen. Sárga olyan, mintha zöld lenne. Na, akkor indítsunk egyet. Nem tudunk indítani, rá kell szerelnünk, majd leszereljük a kapa gépről, a RK02-ről, és akkor majd felrakjuk rá. Hozzuk majd készítünk arról is egy videót, jó? Ez most csak a motornak a unboxingolása, kicsomagolása volt tulajdonképpen, de hát ugye túl sok mindent most kipróbálni nem tudunk rajta. Nem akarom feltölteni olajjal, mert majd ha rászereltük, mert ugye mi döntögetni fogjuk majd jobbra-balra, vagy előre-hátra, és akkor az olaj az ne lityegősödjön. Még azért nézzük meg a nívó pálcája, hogy milyen, ugye baj van ez záros. És ugye már elvileg van benne olaj. Ezt majd meg kell nézni, mert mint hogy olajos lenne ott a pálca vége. Látja, van benne. Nem nézem. Bezutam kell nézni. Szagulj bele! Van ott benne benzin? Tökre új szaga van. Hát akkor nem volt, akkor ez még zsírúj motor, tehát nem volt kipróbálva. Jó, hát a olajat azt megnézzük, hogy a leírásába mi van. Amit adtak hozzá, hát tulajdonképpen egy gyertyakulcsot adtak hozzá, vagy én nem is tudom mi ez. Ja, egy gyertyakulcs, egy csavar, meg egy ilyen gyertyakulcsnak ugye a T nyele. Ez a csavar, ez a tengelyre való, igen. Ez a tengelyre, ugye rá, amikor a kuplungot ráteszük, és akkor ez a tengely bemegy bele. Hát a kuplungja az a kapálógépben van. Na, hát akkor ennyi ebből, jó? Aztán a átszerelésről, illetve a felszerelésről is majd készítünk egy videót, jó? Akkor folyt köv. Sziasztok! Sziasztok!